Figyelj már, ott egy egyszavú. Egyszer-egyszer-egyszerú. Ott van. Egyszer-egyszer-egyszerú. Imádom. Tíz éves a Pikkely Rembrandt. Wow! Ezért a mai mozi igazán különleges és rendhagyó lesz. Szóval ebben a részben egy meló melletti, biciklire pattanós, mólóra letekerős, gyors balinozást szeretnék bemutatni nektek. Ha érdekel titeket, maradjatok velem, de előtte dőljetek hátra és élvezzétek a mozit. Ezt a videót a woblerek.com szakbolt és webáruház támogatta. Minden szelekt és favorit termékre 10%-os kedvezményt kapsz, legyen az bot, orsó, csali, kiegészítő, csak használd a MOMO10 kuponkódot. Irány a webshop, jó válogatást, woblerek.com, garanciánk a hitelesség. Részletek a leírásban. Születésem napján egy kölyökbalint akasztottam. Jó másfél hónapja vagyok itt lent Badacsonyban. Most tudtam lejönni másodjára, és így harmadik dobásra beadott felék közelbe egy kisebb balint, aminek borzasztóan örülök. Már is mutatom a csalit. Íme a csali, egy Men's Mini Twister, egy 3 g-os mikrojiggen felkínálva. Nem gondolom azt, hogy ebben a részben fogom megdönteni a balinos darabszámos rekordomat, hisz az időm véges. 15, nagyon maximum 20 percekre tudok letekerni így meló mellett, és csak akkor dobok, hogyha látom értelmét. Ha nagyon hullámzik a víz, vagy a katamaránok által felkavart, iszapos, saras vizet látok, akkor az esetek döntő többségében összesen rakom a botot. Azt tapasztalom itt Badacsonyban, hogy egyre ritkábban jönnek be a balinok dobótávolságra itt a móló környezetében, és hogy miért van ez? Szerintem azért, mert szezonban tombol a balatoni élet, a víz fullon van fürdőzőkkel, a hajók, katamaránok fél óránként váltják egymást, és nem hagynak időt a víznek, hogy megnyugodjon. Régebben tapasztaltam nagyon sokszor, hogy a
hajók által keletkezett iszapsáv szélén járőröző balin előszeretettel rabolja le az onnan kiúszó kishalakat, de sajnos ez is egyre ritkább jelenség. Szóval itt Badacsonyban három területet tudok dobálni, az egyik a strandi oldal, a második, ahol a katamaránok tankolnak, és a harmadik pedig azt a mindenit mennyi árva szúnyog. Még szerintem a hangjukat is lehet hallani egy kamerán keresztül. Az a nagy igazság itt a Badacsonyi kőgáttal kapcsolatosan, hogy borzasztóan elhanyagolták, nem lehet a végére kimenni, annyira benőtte a gaz és a dzsindzsa. Nagyon sokan egyébként ezt a részt használják mellékhelyiségnek, és nem valami étvágygerjesztő ide kijönni. Ettől függetlenül itt az elejét meg szoktam dobálni, mert sokszor van itt a kőgát előtti részen a balin. Amit a kapocsba akasztok, az a Selectnek a Turbo 2-es típusa. Egy jó kis tailspinner 3D szemekkel, csapágyazott forgóval. Ezzel a favorit bottal szerintem simán el tudom dobni egy 50-60 méterre. És kezdődhet a bevontatás. A technika, amit ennél a Rapid gyors pecánál szoktam alkalmazni, az a következő. Letekerés után mindig egy gyors terepszemlét hajtok végre, megnézem, hogy itt vannak-e a balinok, és ami nagyon fontos, dobótávolságon belül vannak-e. Ilyenkor mindig wobblerrel szoktam kezdeni a dobálást, olyan 25-30 méterig jó vagyok, és hogyha el is tudok csípni egy, maximum kettő balint, egész egyszerűen ez a hal rájön, hogy valami nincs rendben, és beljebb úszik. A balin mértani pontossággal ki tudja számolni, hogy mekkorát tudsz dobni, és egész egyszerűen dobótávolságon kívül kezdi el hajtani a halakat, ezzel minket pergető horgászokat idegesítve. Ilyenkor szoktam a kapocsba akasztani a Select Turbo 2-es modelljét, amivel olyan 60, akár 70 métert is ki tudok dobni. Ez egy 7,5 grammos modell, tűhegyes horgokkal, csapágyas forgóval, és ami még csábítóbbá teszi, hogy ilyen hatalmas nagy gülű szemei vannak. Balin 3 órára, már csak egy jó kis kapás kéne, gyere utána, bébi, durranzs le! Ahogy szokta, gyerünk, dur! Ha kell, én beléd szugerálom, edd meg, gyerünk, most! Dur! Megvan, megvan, megvan! Hú-hú! Pont itt a salátás előtt, amikor már egy kicsit begyorsítottam a csalit, hogy átugrassam és ne szedjem össze, akkor jött utána és durrantotta le a balin. Bele is ment. Valahogy ki kéne szednem. Most jött ki. Hát lekövette szépen a Selectnek a tailspinnerjét, a Turbo 2-es modelljét egy ilyen zöldes színben. Hát ez is egy kisebb kölyök balin. Egyébként nekem az a tapasztalatom, hogy ez az egy, maximum 2 kilós példányok csapatban jönnek-mennek itt a móló környezetében, és ezeket az igazán nagy kapitális balinokat inkább a nyílt vízen lehet megfogni. Ők már teljes mértékben magányos farkasok és egyedül vadásznak.
csali, ami megtetszett a Balinnak, utána jött és bedézsmálta, ez a Selectnek a Turbo 2-es modellje. Ez egy nagyon szépen kialakított tailspinner, jó messzire el lehet dobni, és az az igazság, hogy szeretik a ballerok. Amivel a balatoni balinokat kergettem, a következő. Az előző filmemben már találkozhattatok a kezemben tartott Favorit X1-es bottal, amivel céltudatosan nagytestű süllőkre pályáztam. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a bot nyilván nem arra való, hogy ekkora méretű halakra pecázunk. Én ezt kifejezetten puhaszájú halak horgászatára vásároltam, szóba jöhet a domolykó, balin, sügér, köves, kisebb süllő. Kíváncsi voltam a botnak a határaira. Ha jól emlékszem vissza, akkor 6 süllőből 5-öt tudtam megmutatni a kamerának, teljes mértékben elégedett vagyok vele. A kezemben tartott modellnek a paraméterei a következőek. Hossza 221 cm, gramtartománya 3,12 és akciója Moderate Fast. Kisebb gumik dzsigelésére, 3 és 8 gram közötti wobblerek húzására tökéletes választás, de akkor sem ijed meg, ha 10-13 grammos tailspinnereket kell kidobni a világból. Az orsó, amit rátettem, ez egy 2000-es Twin Power, a zsinór pedig a JGK és Pontom 21 közös fejlesztéséből született 8 szálas PE06-os fonott zsinór, amit FG kötéssel kötöttem össze a fluorokarbonnal, aminek a hossza 1 méter. Kapocsnak most egy S-es méretűt választottam, hogy a wobblereket ne tudja lebutítani. Kicsit fölmegyek, dolgozgatok, és később visszanézek. Lassan eltelik ez a nap is, percek kérdése és végre záróra van. Elmegyek, gyorsan lefekszek, ugyanis nagyon korán fog szólni az ébresztőm. Lemegyek és megnézem a hajnali balinokat.
De komoly volt. Rendes kiszaltózott a vízből. Megcsíptem. Szó szerint beleszugeráltam a csalit. Most egy ilyen sügérmintás Weissminót tettem föl, abból is a kisebbet. És egész lassan behúzva ütötte le ez a kölyökbalin. Tudod, mennyit mentem, érted? De végre bejött, az előbb szaladtam le, így meló mellett, láttam, hogy hajtják a kis halakat, és egy pár dobásra meg is jött az első bali. Nem is olyan pici. Kis kölyök balin. Ússzál, barátom. És íme a nyerőcsali, Daiwa Weissminó. Régebben egyébként azt hittem, hogy ezt a fajta csalit tekerni kell, mint a marha, de nem. Egy ilyen közepes tempóval elvontatjuk, az a legideálisabb a balinnak. Próbálgassátok, én szerintem ez egy nagyon komoly balincsali. Magam egy kifejezetten jó balinos pergetőnek, megmondom őszintén, nem is tartozik a kedvenceim közé. Nekem valamiért hiányoznak a fogak. Ettől függetlenül nem lehet elvenni a balintól azokat az igazán kemény, duranós kapásokat, valamint a kimeríthetetlen fárasztási teljesítményét. A balin az egyik legjobb sporthalunk. Jogosan jön a kérdés, hogy akkor miért dobálok rájuk, erre kettő választ tudok adni. Az egyik az időhiány, a másik pedig, hogy egész egyszerűen ezzel is tudom csillapítani a horgászat utáni vágyamat. Bejöttem ide a kikötőbe, és megnézem a kőgátat. Sokszor előfordul még itt a kőgátnál is, hogy arrébb egy 100-150 méterre az ősnádas előtt rabolnak a balinok, hát nyilván számomra ez elérhetetlen. Ilyenkor lenne jó egy jellyboat, vagy egy pergető kajak, és gyönyörűen utánuk lehetne menni. Ott volt! Gyerünk, kapd el! Gyerünk! Hát ez most nem jött össze, de ez egy nagyon bevált taktika. A dobótávolságon belül vannak és mutatják magukat, meg kell várni, hogy megkergessék a kishalakat, rá kell dobni viszonylag pontosan, és általában a becsobbodás után az első 1-2-3 tekerésre érkezni is szokott a kapás. Úristen, itt volt előttem a balin. Úristen. Edd meg. Gyere. Tizenkét órára balin, dobás hibátlan, már csak egy jó kis kapás kéne. Gyere, edd meg. Gyerünk, durancs le. Gyere, ott is ott van. Ú, de jó, itt vannak előttem a balinok, már csak meg kéne fogni őket.
Faszom, ott volt a balén! És elvitte a Turbo Johnny csalimat. Ennél a kiváros technikánál, ami még fontosabb, az a pontosság. A dobótávolságon belül látunk egy balérablást. Ott volt! Érdemes rajta túldobni. Én ilyenkor egy kicsit balra, vagy egy kicsit jobbra is el szoktam dobni a csalit. Nagyon fontos, hogy mikor a csali beér a rablás epicentrumába, már kell, hogy veressen, vibráljon, mozogjon, csillogjon, stb. Mert így tudjuk a balin figyelmét felkelteni. Ha eltaláljuk a halnak a rablás utáni útját, akkor jó eséllyel érkezhet a kapás. Amiről még nem esett szó, azok a csalik. Rengeteg sok jóféle balincsali létezik a piacon, túlzás volna azt állítani, hogy ez, vagy ez, vagy ez a világon a legjobb balincsali. Mindig alkalmazkodni kell a körülményekhez, és megnézni, hogy mi az a méret, mi az a típus abban az adott szituációban. Én inkább szeretnék egy picit arról beszélni, hogy melyek azok a csalik, amiket én sikeresen és eredményesen használok itt a Balcsin. Kezdésképpen szerintem nem kell bemutatni egyikőtöknek sem, Dajvának a Wise Minója. Ő egy nagyon-nagyon jó balincsali, többféle színben és méretben. Itt van ez a lilás, csíkos, kicsit sügére hajazó Wise Minó. Ezzel a modellel tudtam megfogni a filmben látott balint. Ha nagyon süt a nap, akkor érdemesebb feltenni ezt a mattosabb beütést. Vagy hogyha az ellenkezőjét nézzük, ha koszos a víz és nem olyanok a beszűrődő fényviszonyok, érdemes ezzel a sárgás hátú fehér Wise Minóval próbálkozni. Ahogy a kőgátnál is nagyon sokszor előfordult, mikor dobótávolság határán rabolnak a balinok, na én ilyenkor szoktam a kapocsba akasztani és harcba küldeni a Selectnek a Turbo 2-es modelljét, hát ővele tényleg ki lehet dobni a világból, nagyon jól veret és nagyon realisztikus a kinézete. Van, amikor vissza kell nyúlni a régi csalikhoz, a kezemben látható a Selectnek a Helix nevezetű 2024-es újdonsága, őt is nagyon messzire el lehet dobni, és egy nagyon érdekes vibrációt ad le a vízbe, amit sokszor a balinok szeretnek. És amit még használok, az az APA-nak a Dover nevezetű wobblere, őt is sűrűn rágják a balinok, ő neki talán egyetlen egy hátránya van, hogy szerintem ilyen 15, nagyon maximum 20 méternél tovább nem tudjuk eldobni. Ennyi lett volna ez a badacsonyi szezonális múlóra letekerős balinos filmem. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és merjétek használni a kommentmezőt. Írjátok le a véleményeteket, és azt, hogy nektek mi a legideálisabb, legjobb csali, amit a Balatonon szoktatok használni. Találkozunk a következő részben. Pecázatok sokat, jók legyetek, szevasztok!